Tehát itt van egy saktábla először, és magyarázzuk ezt meg, ugye, mint egy csehó darabban a puskát, hogy úgyis el fog sülni, meg játszani is fogunk, ugye, mi ez? Én is köszöntök mindenkit, és ez a saktábla, van egy angol támogatom, táblajátékokat gyártanak, és... Tehát gó, meg igen, dáma, igen, meg igen, akármi. Igen, és ők támogatnak engem, ami számomra egy óriási megtiszteltetés. Hogy figyeltek fel rád, azt mondod angol? Hát persze, nemzetközi sajtóban Bogár, biztosan találkoztak. Polgári Ditton keresztül sikerült kapcsolatba lépnünk velük, és igen, a Polgári Ditt nagyon sokat segített benne. És ők küldték nekem ezt a táblát, és én választhattam ki a színeket, ezért hát igazából a táblát azt így rólam nevezték el. És az, akkor azt jelenti, hogy gázsóka saktábla, vagy zsóka tábla, igen, Sophie igen. tábla, vagy hogy mondják ezt az angolok? Szerintem zsókának. Zsókának? Azt lehet, hogy a kiejtésük nem lesz tökéletes, igen. Mert meggyűlik a zsébetűben a bajuk. Igen, az nem. Miért ezeket a színeket választottad, hiszen a kék az nem annyira a sakrak a színe, az vagy barna, vagy fehér, vagy fekete. Előtte kaptam fekete-fehér saktáblát, aminek szintén nagyon örültem, viszont nekem a kedvenc színem a kék és annak árnyalatai, igen. És azért választottam kék táblát. Uh-huh. Jó, hát akkor ezt hagyjuk is. Lényeg az, hogy most már megvan ez a saktábla. Mire használod? Azon kívül, hogy interjúnál mondjuk előveszed, mert ez egy különleges alkalom, de gondolom versenyekre nem hordod magad. Nem, ott azért egy ilyen gyönyörű táblát nem szeretnék magammal vinni, túl sok helyet is foglalna, de ez, hát ez gyönyörűen élik szerintem a lakásunkba, és néha még sakkozni is szoktam rajta. Igen, most azt mondják, egy újszülöttnek minden vicc új, tehát akkor kezdjük ott, hogy hogyan kezdtél el sakkozni. Röviden összefoglalva, legtöbben talán ismerik a történetet, de mégis, hogy kerültél kapcsolatba a sakkal, illetve mennyire romantikus ez a történet? Hát én 3,5 éves koromban kezdtem el sakkozni, és apukám tanította. Alig tudtál beszélni, ugye? Igen, apukám tanította meg a lépéseket, és ugye szintén sakkozó, és az Alkai Bányász igazolt játékosa, és 4 évesen már versenyszerűen sakkoztam. Azt hiszem, hogy az első ilyen nagyobb eredményem, hát az volt, hogy megnyertem az óvodás bajnokságot, az abban az időben nagy eredménynek számított. Nem, csak néztek a társait, és hűha. De ami nemzetközi eredmény volt, az Európai Uniós bajnokság megnyerése, 7 évesen nyertem meg, és az nagy élmény volt és motiváció. És akkor úgy döntöttél, hogy ez lesz az élet egyik fő küldetése? Igen, igazából úgy kezdődött, hogy a apa azért tanított meg sakkozni, vagyis azért tanítottak meg sakkozni, mert nagyon sok készséget fejleszt, és majd milyen jó lesz ez az iskolában. Viszont annyira megszerettem a sakkot, és annyira jöttek a sikerek, hogy ezek hogy én így nem autól jöttek azért, gyakran. Persze, tehát, hogy nagyon sokat edzettem, igen. Második fél éves korom óta én magántanuló vagyok. És de addig is, mikor még iskolába jártam, akkor is még délután sakkoztam. És mindig apuka égisze alatt? Nem. Vagy jöttek új nem, mesterek? Nem, Kosztolánci Gyula bácsi volt. Ez még Tapolcán történt, ugye? Igen. Uh-huh. István Délajos bácsi, Kuster Sándor, Varga Zoltán, meg még sorolhatnám végig, de nem elnézést szeretnék semmit. Elnézést akik kimaradnak. Igen, nem szeretnék semmit sem megsérteni, hogy kimaradnak. És akkor a tapolcai évek után egyszer csak Ajkára költöztetek? Igen, 2018-ban, tehát én ugye Ajkán is születtem, de 2018-ban hát visszakerültem Ajkára, és azóta Ajka Városi Önkormányzata támogat, ami nagyon-nagyon nagy segítség számomra. Itt akkor te a Sentimento játékosa vagy, ugye? Igen. Tehát egyesületben sportolsz. Elegendő időd akad, vagy tudsz szállni az együttesre, mert elég sokat jársz külföldi versenyekre, valamikor ki kell hagyni, gondolom, a hazai fordulókat is. Azért, hát nagyon vagy nagy nem? százalékban játszom, majdnem minden csébén játszom, szerintem majdnem, sőt, szerintem tavaly minden csapatbajnokin játszottam. Akkor rossz felé tapogatóztam. Igen, azokra mindig szállnok így időt, és úgy szervezem a versenyprogramom, hogy azok beleférjenek, hiszen nagyon fontos. De ha ütközik mondjuk egy olimpiával, akkor megy. Jó, persze, akkor az olimpia az más. Az olimpia az más természetesen. Ugye tavaly voltál Indiában. Igen. Olimpián, erről hallhatnánk egy kis történetet, hogy hogyan
sikerült az indiai világba beilleszkedni, mert ugye ez egy különleges világ, nem hasonlítható talán semmi máshoz, más az étkezés, más a kultúra, másképp reagálnak az emberek bizonyos dolgokra. Igen, hát az olimpia az nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy bekerülhettem az olimpiai csapatba, és szerintem ez életem legnagyobb élménye, és egyben stressze is volt, mert hát azt észleltem, hogy egy olimpián mindenki nagyon-nagyon stresszes és feszült, és már a teremben érződik az az óriási feszültség, és ezt én is megtapasztalhattam, és olyan játékosokat láthattam játszani, akikről igazából csak könyvekben olvastam. Igen. És nagyon... Vagy újságban találkozhattál nevükkel, gondolom, sakkiadványokat is olvasol néha. Igen, igen. Tehát ismerősen csengtek a nevek, de valóban nagy élmény lehetett szemtől szembe találkozni olyan nevekkel, most hadd ne mondjak senkit, ne említsek, mert biztos butaságot mondanék, akik egyébként csak nevek egy újságban, de tudod, hogy nagyon. Hogyan érintettek téged esetleg, most egy kis kitérő következik, a sakkozással kapcsolatos botrányok, mert olyan is volt a közelmúltban egy pár, hogy csalással vádoltak sakkozókat, fenyegetett árnyékot a sakkvilágra. Nem tudom, én abban nem annyira szerettem volna belefolyni, hiszen nyilván, között csak, hozzá, persze, nem csak ők tudják, hogy ott mi történt. Mindenki mást mond, bárkit megkérdezett. Azt te valami, van ezeknek alapja, ezeknek a feltételezéseknek, hogy ilyen módszerekkel mondjuk több tucat mérkőzést megnyer valaki, úgyhogy közben nem is ő játszik. Hát ő is játszik, mert nem rossz játékos, de egy külső segítséget valamilyen módon igénybe vesz? Hát sajnos a mai világban ez szerintem megoldható lehet, viszont aki csal az előbb vagy utóbb, úgyis lebukik. De... nem tudom, tényleg mindenkinek más a véleménye, hogy csalt vagy nem csalt. Nyilván jobbak a tiszta módszerek. Említetted az imént Polgár Judit nevét, már az kezdetén, hogy a szponzor is ilyen úton, vagy az ő segítségével talált rád. Milyen kapcsolatotok a Judittal? Mert ugye Budapesten is rendezett tavaly egy ilyen nemzetközi fesztivált, vagy hogy lehet ezt nevezni, és arra is, azon is te volt az egyik fő látványosság vagy attrakció. Polgár Judit az alapítványen keresztül támogat engem, és tanácsokat ad nekem, és ez nekem egy ilyen óriási motiváció, hiszen ő az egyik, hát ő a példaképem lényegileg, és szerintem minden női sakkozónak is ő a példaképe, hiszen minden idők legjobb női sakkozója. Milyen jellegű kapcsolatok, tehát napi, heti, havi? Nem szoktam nézni, hogy mennyi időként beszélünk, de tehát azokat a tanácsokat, amiket ad, ugye az mindig egy óriási löket, és mindig próbálom őket megfogadni. Versenyek után szoktatok esetleg beszélni a játszmákról, konkrét játszmákról? Igen, igen, van, hogy volt, hogy meghívott az irodájába, és akkor ott sakkoztunk. Ez hol van most? Amerikában vagy Budapesten? Nem, Budapesten. Ja, nem Amerikában él? Nem, ő Budapesten él. És oda meghívott, és így ott tudtunk sakkozni. Éreztél valami ilyesmit egyébként, hogy valahol az utódjának tekint, vagy miért figyel rád ennyire? Nem tudom, ez Polgár Judit. Ez nem jelent meg még. Igen, igen, Polgár Judit Balázs van. Az biztos. Igen, igen, és nekem a hosszú távú célom az, hogy felnőtt női világbajnok legyek, és kihozzam magamból ugye a maximumot élőpont szemtekintetében. Most a versenyeket, illetve a megnyert versenyeket tekintve, mik a legfontosabb trófeáid, így összefoglalva, amire a legbüszkébb vagy legjobban eltölt elégedettséggel? Hát az olimpián szerzett 10-ből 8 pontom. Ott minden tényleg a légkör, a hozzáállásuk, az egész csapat, minden nagyon nagy élmény és nagyon nagy tapasztalat volt számomra. Ezek mellett háromszoros Európa-bajnok vagyok, és háromszoros világbajnok ezüstérmes, és egyszer megtört a jég, megnyert meg világbajnokságot is. Ez ilyen internetes. Igen. Világbajnokságon. De nagyon sok ideig ugye én nem tudtam, tehát mindig második voltam világbajnokságokon, és azért ott megtört a jég. És most nem tesz róla, de nyilván mindenki öregszik, én is, még rajtam jobban látszik. Milyen évfolyamban vagy kategóriában
tervezett szerepelni, vagy tervezel szerepelni a közeljövőben? Tehát most 14 éves vagy? Nem, most 15-16 leszek. Bocsánat, már 15. Májusban ugye, hogy robog az idő. Igen. Májusban már 16 éves leszel. Tehát így egyre, hogy is mondjam, talán érettebb sakkozókkal találkozol, meg magad is érettebb vagy. De milyen perspektívát látsz magad előtt, hogy hogyan lesz? Mondjuk ebben az évben hogyan alakulnak a terveid? Most megyek egy nagymesterkörre februárban, ami azt jelenti, hogy... Bocsánat, hogy elfejtettem. Azért vagyunk itt is. Bocsánat, tehát akkor nagymester. Igen, nagymesterkörre megyek februárban, és... Na. És ez azt jelenti, hogy ott 10 leszünk, szerintem én leszek az utolsó kiemelt, és azért ez nagyon jó, hiszen erősebb játékosoktól tanul az ember. Tehát, hogy így erősebbekkel játszom, és szerintem az a legfontosabb. És a kiemeltség az milyen erőnyel jár egyébként? Semmi. Ez élő pontszám, mindenki játszik mindenkivel. Aha, élő pontszám. Élő pontszámban hogy állsz most? Tehát milyen? A maximum élőm az 2362 volt, virtuálisan voltam 2400 felett, ez azt jelenti... Ez úgy csökkent is akkor? Na, sajnos igen. Ami azt jelenti... Azt hiszem, ez mindig nő, hogy az ember élete végén, csak egy olyan, és a végén 30 ezer vagy nem. Tehát a tőzsdei árfolyamok úgy jöttek. Sajnos nem. És 2400 felett voltam virtuálisan, ami azt jelenti, ugye egy... nemzetközi mesteri normához virtuálisan 2400 fölött kell lenni, és 3 normát kell teljesíteni. És nekem már ez megvolt, mármint hogy a virtuális életpontszám. És most 2294 az énem, de a legutóbbi versenyen nyertem 15-öt. Ami jó, ugye itt ez a sakban még vannak... Országos viszonyban ez milyen szintet jelent? Hát... A magyar sakkozók között... A felnőtt, tehát a korcsoportomban lányok között azért első vagyok, viszont a felnőtt nők között itt Magyarországon ilyen, szerintem itt ilyen hatodik lehetek, de voltam már ilyen harmadik körül. De végül is minden a versenyeken dőlel, igaz? Persze. Tehát nem az olyan, hogy hány élőpontszám van valakinek, hanem egy verseny, hogy tudja oda tenni magát, ami egyébként azt hiszem iszonyú idegfeszültséggel jár, nem is ajánlható mindenkinek, mert van, aki kihagyja az esti mesét, meg hamar ágyba megy, meg korán kell, vagy nem gyakorol, vagy gyakorol direkt, hogy frissen tartsa az elméjét. Tehát nagy önmegtartóztatása és nagy igénybevétele jár. Igen, igen, egy sakkverseny nagyon stresszes. Minden szempontból utána mindig az van, hogy utolsó fordulóig mindig kitart az ember, lejátszok az utolsó fordulót, és utána tényleg ilyen egy nap pihenés. És relax. Egy nap relax, és akkor újra kezdődik az edzés, ami ugye az egyik legfontosabb. Napi 8-10 órát szoktam edzeni. Régen a iskolatársaim, akik versenyszerűen sakkoztak néha, ilyen neveket emlegettek, hogy Tál, meg Aljehin, meg... Hát Spassky-t még nem, mert akkor én még nagyon öreg vagyok. Tehát mikor ő a Spassky összecsapott Fischerrel, mondjuk az már nekem majdnem a felnőtt kort jelentette. Tehát most kik azok a nagy nevek, akiket érdemes figyelni és követni, vagy meghatározak lehetnek a sakk stílusának a fejlődésére esetleg? Hát Magnus Carlsen nyilvánvalóan a világbajnok, aki most visszamondta, hogy visszalépett a világbajnoki cím megvédéséből, ezért Nepomniachtchi és Dingliden fog játszani egmással. És, vagy 6 lépést léptem, és nem kaptam Martot, ez hihetetlen. Próbálom elhúzni. Ja, igen, hát előtt kikaphattam volna. Nem, de hogy is. Ott van még Dubov, nagyon sokan vannak, van ugye Rapport, Rihard, van a... Ő most Romániában játszik? Igen. Aha, megvették, ugye, hát nyilván érdeke fűződött hozzá, hogy ott folytassa a pályafutását. És az ilyen, hogy Almási Zoltán még megvan, ugye? Persze, ja. Már nem annyira nem sok aktív, versenyen akkor... játszik, uh-huh. Igen. Vagy Portis Lajos bácsi él még? Igen, persze, hogy nem, hogy Istennek, jó, hála Istennek, rossz hit kapok, de ő is már szerintem már gyerekkoromban is meghatározó név volt. Igen, aki egyébként nagyon meghatározó név volt, szintén Ribli Zoltán. Ő ugye edzett is engem. Ennyi név elhangzása után megkérdezhetem, hogy kit tartasz példaképednek?
Egyértelműen polgári a példaképpen. Hölgy, másrészt óriási sikereket ért el férfiak között. Igen. Is. Ugye neked is van ilyen cél, hogy a férfiak között úgymond megszégyenítsd az erősebb nemet? Persze, én férfiak között versenyzem, hiszen alapjába véve egy férfi mezőny azért erősebb, mint egy női mezőny, és mint mondtam, az erősebb játékosok ellen lehet ugye jobban fejlődni. Úgyhogy ellenük versenyzem. Egyébként még akik példaképeim, Karpov és Petrosyan, nekik szeretem nézni a játékát nagyon. Igen, most nem tudom, hogy... Ja, Kasparov volt, ugye, aki legyőzte egyszer a Deep Blue nevű igen, számítógépet, aztán ő is kikapott, mikor fejlesztettek, kicsit csavartak a szoftvert. Mit szólsz a mesterséges intelligenciához? Ugye mennyire inspirálja a sakkozót az, hogy úgyis kikap tőle? Vagy lehet tanulni az ilyen? Nagyon-nagyon sokat dobott a sakkon. Nagyon felgyorsult a sakk, mióta ugye megjöttek a számítógépek. És ugye már sokkal jobbak az embernél. Van a mesterséges intelligenciával ötvözött számítógép is, és nagyon, igazából, hogyha jóra használja az ember, akkor nagyon sokat segít, hiszen nagyon sok megnyitást lehet vele elemezni, kielemezni a partikat, megnézni, hogy hol vétettem hibát. Ez végülis gyorsítja a tanulási folyamatot, ugye nem kell keresgélni hozzá, meg mindenféle szekundánsokat igénybe venni, otthon is lehet vele elemezni és gyakorolni. Most nem tudom, de néhány napja, vagy vasárnap, vagy szombaton érkeztél vissza Sevillából, ugye? Igen, igazából. Ez milyen verseny volt? Ez egy, hát egy spanyol nemzetközi verseny volt, igen, és 208-an indultak, és 26-nak voltam kiemelve, és 15-dik lettem, így a legjobb női díjat megnyertem. Hát ez már azért jelent. 6,5 pontom lett 9-ből. És a sakkvilág milyen krémje, vagy milyen játékosai vettek ezen részt? Mindenki ott volt, aki számít? Sok nagymester volt igazából. Ami nagyon erős verseny lesz, szóval megyek, az a férfi Európa bajnokság, ugye Szerbiában. És az mikor lesz? Február? Március. Március? Igen. Jó, majd időben megtudjuk. És utána megmegyek. Férfi Európa bajnokság. Hogy jut el egy ifjú hölgy egy férfi Európa bajnokság? Meghívják, vagy bejelentkezik? Hogy igen, tehát bejelentkezek, beregisztrálok. Zöld kártyaszerűség? Nem, itt lehet, igazából játszhat bárki, viszont tehát ez nagyon erős lesz. Igen, nyílt verseny. És még megyek utána Reykjavikba, az is egy nagyon erős izlandi verseny lesz. Ez egy nagyon húzós névasakban, azt hiszem ott csapott össze Spassky Fischerre? Igen, talán. Ugye azt hiszem, hogy igen. Hát, vagy Fischer egy elég exaltált ember volt, nyilván magyar gyökere is voltak. Mennyire vannak elszállva a zsenik, mondjuk a sakkozók? Tehát, hogy mennyire hétköznapi emberek, azt lehet jellemezni őket valahogyan? Hogy... Hát szerintem azért hétköznapi ember. Tehát nincsen különleges alügyeik, hogy valaki elkattint egy fényképezőgépet a nézőtén, és rögtön föláll és kirohan, vagy ilyen. Nem fordul elő? Hát nyilván itt is vannak kivételek. Igen, kivételek. Persze, meg kivételek, amikor igen, van egy-két sakkozó, aki máshogy látja a világot, viszont azért a legtöbbjük természetesen normális. Uh-huh. Hát ezt örömmel hallom, meg aki velem szemben is teljesen normálisnak tűnik, tehát nem kell aggódni amiatt, hogy esetleg fölpattanisít, hogy engem, mert hülyeséget kérdezek, ami persze megesik. Nem. Meg hogy hülyeséget lépek, és még mindig nem vert laposra, nem, pedig gondolom több alkalma lett volna, hogy nem, engem. Nem, egyébként. Nem? Jó. Tényleg. Elmegy azért ilyen... Normális, igen. Normális? Igen. Na hát, meg fogom nézni a felvételt, ilyen normális. Nyilván nem arra megy, hogy a játékot jobban állok a szerkezet nyilván. Miatt, térelőnyöm van, a figuráim úgy jobban állnak, de nem egy ilyen nagyon döntő előny. Aha, értem. Tehát a fejlődésben kicsit visszamaradtam. Igen. Ugye ez igen. Látszik rajta, máskor is szokták mondani. És most el is egy ilyen trükköt, ugye most két figurát támadok. Na most akkor hogyan folytatódna ez a meccs, ha megkérhetlek, hogy helyettem is esetleg igen, verjél meg engem?
Tehát most ugye két figurát is támadok, megtámadtam a futót, igen. És megtámadtam ezt a futót igen, is. Igen, az most lóg, azt most látom, ja. Igen, ugye hát ebből ezt kell leütni, a másik mozgókat leütöm, igen. Itt ugye a feketének két opciója van, vagy ezt a futót üti le, igen. Amit ugye nem lehet visszütni, mert ez még itt oda, de minden most már. És akkor fehér, ugye mivel ez lóg, köteles visszavinni, két helyre miért ide vagy ide, itt a biztonságosabban áll. Az mekkora baj, hogy én itt két gyaloggal előre léptem, és kicsit kinyitottam ezt a vonalat, és a sáncoláshoz nem nagyon teremtettem kedvező feltételeket, ugye? Így kedvezőbb lenne. Aha, és igen. A futót is inkább ide szokták, tehát így lenne egy egészséges igen. Állás. És akkor, hát igazából itt leütet ide fekete, aha. Vagy nem is kötelező, lezárhatja az állást, kinyithatja. Ja. Akár még talán egy ilyen lépés. Néha számításban jön, persze leütés után. Áll előtt, hogy előre törjön és ja, megingassa az én pozícióimat. Nem tudom. Ja. Még egy kérdést tennék föl, mielőtt föladom. Aha, azt így kell? Nem, csak nem? Szimbránt kéznyújtás. Ja, kérdjeim. Ezt látványosan szokták fölborítani a királyt. Hogy ugye jövőre már ma azt kell mondani, hogy jövőre lesz Budapesten olimpia. Ez hogy megy a felkészülésben, hogy mikor éred el a csúcsformát? Nyilván az olimpiára, de van olyan, hogy az ember kicsit rosszul időzíti a formáját, mint az atlétáknál mondjuk, és ezért nem tud megfelelő teljesítményt nyújtani? Vagy van ennek valami receptje, hogy hogy kell csinálni? Előtte szabad versenyezni, vagy nem szabad, ki kell hagyni? Ezt szerintem mindenki máshogy csinálja, tehát az olimpia közben így is úgy is óriási a stressz, de én mondjuk a 2022-es olimpia előtt indultam versenyen, viszont előtte való pár napba, talán egy-kettő napba ott már pihentem, kikapcsolódtam. Nyilván sakkoztam, de nem 8-10 órákat, hanem csak egy pár órát, azt is ilyen bemelegítő jelleggel, hogy frissen tartsam az agyamat a versenyre. És hát ott is ott mindenképpen le fog fáradni az ember, de még szerintem arra kell törekedni, hogy minél többet tudjon a helyzethez képest pihenni, minél igen. Nyugodtabban aludni, amit persze nagyon nehéz. Most itt két dologról van szó, amit az atlétáknál vagy fizikai sportoknál nem annyira kardinális kérdés, hogy van a szellemi frissesség, mert végülis az ember a agyával játszik, és van a fizikai állóképesség emellett, mert azért nem mindegy, hogy több órás verseny, mennyire tud koncentrálni, hogyan működik a vércukor szintje, vagy a vérnyomása, tehát ezek olyan körülmények, amiket gondolom figyelni kell. Ez hogyan lehet? Orvosok is vannak a tanácsoló testületekben? Vagy sportpszichológussal dolgozom, igen. Ez nekem nagyon sokat segített, és nagyon fontos is, szerintem. Mert nagyon sok mindent nagyon sok mindenben segít, parti közbeni koncentrációra, kizárásra, stresszkezelésben, ilyesmi. És hát ami nagyon fontos, még az a fizikai állóképesség. Igen. Ugye ezért is kell mondjuk ugye egy sakkozónak, aki tényleg szellemileg fáradt általában, ugye, hogy oda tudjunk koncentrálni 6-8 órát egy nap, ezért sportolni kell még edzések után. Én futni szoktam általában otthon a futópadon. Futópadon? Hát ilyenkor persze odakint nem nagyon lehet hát igen, meg élvezettel futkározni. Inkább azért, ugye, mivel nekem az edzésén délelőtt és délután van, azért nekem csak így este fér bele, és akkor este már nem szeretnék kimenni. Igen. Futni. Mondjuk van egy ilyen elképzelés sem, hogy ha az ember nem fárad el fizikailag, csak szellemileg, akkor nem tud elaludni. Ezt jó gondolom, hogy muszáj fizikai igénybevételnek is lenni a szellemi mellett, hogy az ember tényleg egy egészséges életritmus tudjon diktálni magának? Igen, az nagyon fontos. Tehát a fizikai állóképesség és a fizikai terhelés is szerintem nagyon fontos. Én igaz a szellemi terheléstől is azért el tudok aludni. Ja, igen. Nyilván minden ember más. Nem tudom, hogy az utánpótlással foglalkozol-e. Nyilván túl fiatal vagy még ahhoz, hogy tanítsál, de hát azért eleget tudsz viszont ahhoz, hogy másokkal megoszd a tapasztalataidat. Most ilyen kedvesen elmagyaráztad nekem, hogy mekkora lúzer vagyok, de másokkal... Dehogy is. Jó, bocsánat. De másokkal is megtörténik, hogy esetleg tanácsot adsz, vagy útmutatást bizonyos parti elemzésével például? Persze, hogyha valaki megkér, vagy esetleg
Tehát szívesen sakkozok egy-két alkalommal valakivel, vagy egy szimultán alkalmával valaki odajön, hogy játszunk egy partit, akkor természetesen szívesen játszom vele, vagy velük, de nyilván még az oktatáshoz túl fiatal vagyok, nagyon sok szempontból. Tőle, de nyilván de... például, amikor itt ilyen rendezvények vannak, városi rendezvények akár, és akkor játszol, az népszerűsíti a sakkot is. Persze, az nagyon fontos. Egyébként nekem nagyon fontos, hogy népszerűsítsem a sakkot. Mert az szerintem nagyon fontos, hogy minél többen sakkozzanak. Ugye nem is e-sport szinten, hanem mivel annyira fejlesztő sportág, tehát nagyon sok mindent fejleszt, memória, döntéshozattal, a döntéseimért igazából itt csak én vagyok a hibás, mert egyedül én hozom meg. Igen. Az ember nem is tudja, hogy mennyi minden készségét fejlesztheti a sakk, ugye a kombinációs igen. készségét. Én például, lehet, hogy már ezt elmondtam valahol, de a gyerekkori sakkozásomnak köszönöm néha, hogy beugrik, bevillan egy dolog, hogy bizonyos helyzeteket hogyan oldok meg. Előkészítem a dolgot, esetleg csapdába csalok valakit. Jó, ez ritka, de akkor sem rossz indulatú, csak a saját pozíciómat próbálom erősíteni vele. Tehát a sakk az olyan áthalásos az életben szerintem. Az életnek egyfajta leképezése, én úgy gondolom. Igen. Jó, most okosat mondtam, de más is kitalálta már ezt. Nem, tényleg nagyon-nagyon sok mindent fejleszt, úgyhogy... Kinek ajánlanál sakkot? Most ez egy buta kérdésnek hangzik, de mondjuk fiataloknak, kisgyerekeknek, vagy hány éves kortól, hogy ne torzuljon a személyisége? Ez semmiképpen. 90 éves korban is el lehet kezdeni? Bármikor. Minél, tehát az a jobb, minél fiatalabban elkezdi valaki. Viszont bármikor nagyon-nagyon hasznos, szerintem. Eltorzítani biztos, hogy nem fog. Neurológusok mondják, hogy ez kedvezően hat a agyműködésre. Mert ugye például a Frany Tamástól hallottam, aki agykutatással foglalkozik, hogy aki zenél, ő is zenél, tehát valami hangszeren játszik, annak a kognitív, illetve mondjuk a beszédkészsége is jobb, a fogalmazási készsége, mert egyáltalán gyorsabb a probléma megoldó képessége, csak azért, mert zenél. Tehát olyan idegpályákat köt össze az agyában, ami máshol is hasznosítható. Én nem ástam bele ennyire magam a témába, viszont nem tudom elképzelni, hogy a sakknak lennének káros hatásai. Fontos. Igen. Ez akár a címe is lehet a mostani beszélgetésünknek. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm szépen a meghívást. Új stúdióban, ami még fejlődésben van, de hát mindenki fejlődésben van, még egy sakkozó is. Persze, természetesen mindig fejlődésben vagyok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.